Az idén lesz 5 éve, hogy elkezdtétek Magyarországon forgalmazni ezeket a Kubota gépeket. Ugye hát itt japán technológiáról beszélünk. Milyen volt ez az 5 év, István? Én úgy gondolom, hogy könnyebb volt, mint amire számítottam. Tehát az emberek szeretik a japán termékeket, amik általában megbízhatóak, tehát a legfőbb tulajdonság az, hogy megbízhatók ezek a gépek. Én úgy gondolom, hogy komoly sikereket értünk el a mezőgazdasági gépek piacán. Először mindenki azt gondolta, hogy ilyen kis gépekről van szó, fűnyíró, meg söprögető, meg ilyesmi gépekről, de hát ez nem így van, hiszen ugye Hannoverben is láthattuk már a cégnek a bemutatóját, hogy a mezőgazdaságnak a széles körét ölelitek ti föl. Kis meglepetés is volt, mikor az első 130 lóerős traktort bemutattuk az első kiállításokon, tehát az emberek köztudatában ez volt ugye a japán belpiacos gépek után, amik rettentő nagy darabszámba szerepelnek Magyarországon, hogy csak kis traktorok vannak. És meglepetés volt az, hogy 100 lóerő fölött is van gépük, illetve létezik most már 170 lóerős traktorunk, illetve a Kubota munkagépek megjelenése volt a következő meglepetés a gazdák számára. Japán az nem itt van, jó messze van. Megéri idehozni Európába ilyen nagy távolságon keresztül? Ez úgy működik, hogy Németországban van egy saját 100% tulajdonú leányvállalata a Kubotának. Mi innen kapunk gépeket. Németországból látja el a Kubota a keleti régiót, 12 országot, illetve magát Németországot. Ezek a traktorok milyen innovációval jönnek be Magyarországra? A megbízhatóságot és az egyszerűséget képviselik, tehát ez az igazi innováció. Tehát a mai világban, ahol űrtechnika létezik a traktorokban, gyönyörű traktorok vannak, mindent tudnak a traktorok, kicsit háttérbe szorult a megbízhatóság. Ezeknek a traktoroknak a lényege az, hogy mindig megbízhatóak maradnak. Tehát bármilyen felszereltségi szint mellett mindig megbízható marad a traktor, mindig működik. Óriási darabszámban gyártanak gépeket, tehát nem tehetik meg azt, hogy nem tökéletes gyártmányokat dobnak a piacra. Azt mondod, hogy egyszerűbbek ezek a traktorok, de ez nem azt jelenti, hogy a számítógép az kimarad belőle? Nem marad ki belőle, viszont rettentő észszerűen vannak tervezve ezek a gépek. A lehető legegyszerűbbek. Tehát nagyon sokat gondolkodnak azon a mérnökök, hogy minél kevesebb alkatrészből állítsák össze ezeket a gépeket, illetve minél kevesebb beszállítót vegyenek igénybe. Mondhatom azt is, hogy nem vesznek igénybe beszállítót, mindent önmaguk gyártanak, emiatt tudnak megbízhatóak maradni, emiatt tud adni a traktorokra például 3 év, 3000 üzemóra gyári garanciát. Az jónak számít? Ez én úgy gondolom, hogy jónak számít a piacon. Jellemzően minden gyártó 1 év garanciát ad a gépekre, illetve léteznek különböző biztosítós megoldások, amik viszont bonyolítják ezeket a garanciás elszámolásokat. István, azt mondtad az előbb, hogy ez egy leegyszerűsített traktor. Hát igaz, hogy én nem vagyok traktoros, de hát itt annyiféle kar van, hogy nem is tudom, hogy mi micsoda. Nem tudom, mennyire szeretnél traktoros lenni. Hát nem szeretnék. El tudom mondani egyébként. De tulajdonképpen akkor ez egy egyszerű. Ez egy egyszerű masinának számít, tehát egy közepes képességű traktorosnak ezt a gépet egy óra alatt meg tudjuk magyarázni, úgyhogy utána biztonsággal tudja használni. Ezt lehet tupírozni, tehát lehet egy gazdagabb felszereltséget berakni a gépbe, illetve a következő lépcsőt választani, illetve föl tudjuk úgy öltöztetni, hogy bármelyik konkurens nagy nyugati márkának versenytársa lehet, tehát semmi nem hiányzik ebből a gépből. Itt nagyon széles a lehetőségek tárháza. Ezt a traktort igazából európai piacra, illetve az Egyesült Államoknak tervezték, ahol komoly elvárás az, hogy minden tudjon a traktor, tehát nem kötnek kompromisszumot. Nagyon kényelmes egyébként, komfortosnak tűnik nekem így, ahogy beültem. Tehát ez ugyanaz a 4 oszlopos, nagyon tágas fülke, mint a GX szérián, de teljesen más a belső, ergonomikus, sokkal zajszigeteltebb. Figyeltek a kezelőszervek kialakítására, elérhetőségére, kézre essen minden, logikus elrendezés, stb. Gondolom, klíma van benne. Természetesen senkinek nem törünk az életére, tehát klíma nélkül fülkés traktort nem értékesítünk. Nagyon meleg lenne egyébként. Igen, hajlított üveges, úgyhogy ebbe 5 fokkal melegebb van, mint a síküveges fülkékben. Ugye nem csak traktorokat forgalmaztok, hanem munkagépeket is. Ekét például. Megy még az Eke? Megy, én úgy gondolom, hogy reneszánszát éli, tehát nem lehet elfelejteni a forgatásos talajművelést, tehát vannak korszerű technológiák, illetve alternatív technológiák, de a szántás az mindig ott marad a gazda udvarába. Itt egy kisebb méretű váltva forgató ekét állítottatok ki az Agromas Expon, tehát gondolom, hogy ott létezik nagyobb is.
Igen, egyrészt helyhiány miatt ezt a három fejeset hoztuk, de jellemzően 3-4-5 fejesekéket értékesítünk, ami a Magyarországon legnagyobb darabszámba fogyó 100-140 lóerő közötti teljesítménytartományba, illetve ami a mi célközönségünk a 200 hektár környéki, vagy maximum 200 hektáros gazdának a jellemző munkagépet. Mennyire vagy megelégedve az idei vásárral? Jönnek az emberek? Ezt egy év múlva megmondom. Tehát igazából itt soha nem szeretünk értékesíteni, nem ez a cél, mi nem akarunk itt gépet eladni. Az a lényeg, hogy a következő egy évet alapozzuk meg az emberek fejébe, benne legyen mindig egy alternatívaként a Kubota. Tehát gondoljanak arra, hogyha gépet akarnak vásárolni, akkor keressenek meg bennünket is. Hát sok sikert kívánok a 2019-es évre nektek. Én úgy gondolom meg lesz, bizakodunk.